Műsorunk támogatója a Hargita népe. Jó estét kívánok nézőinknek! Megtartotta a rendes februári ülését Hargita megye tanácsa. A román haditengerészet vezérkara látogatott Hargita megyébe, és Szépanyám szőtte, Dédanyám varta és hímezte címmel jelent meg kiadvány a Hargita kiadó gondozásában. Címszavakban ezek lesznek a mai Hargita magazinban. Várom Önöket! Szépanyám szőtte, Dédanyám varta és hímezte címmel jelent meg kiadvány a Hargita kiadó gondozásában. A Hargita megye népviseletét feltérképező kiadványt Kisnép Portik Irén szerkesztette, és nem csak azoknak szól, akik kíváncsiak Hargita megye népviseletére, de diákoknak is ajánlják, akik tanulni szeretnének arról, hogy mit is jelentettek valamikor a székely szoknyán például a csíkok. A viselet szimbólum hordozó jelleggel bír, használati szerepén túlmenően jelzi viselőjének nemzeti hovatartozását, életkorát. Tükrözi az ünnepek, szokások örömét, gyászát. Óvni, menteni kell, amíg nem késő. Hangzott el Kisné Portik Irén néprajzkutató, szakíró, szakoktató, Szépanyám szőtte, Dédanyám varta és hímezte című könyvének bemutatóján február 26-án a Csíkszeredai megyeházán. A fenti idézet Tankóné Péter Mária Terézia, Csíkmadaras, székely ruhában hétköznap, vasárnap, régen is napjainkban című művéből való. Ezzel köszöntötte a részvevőket Péter Csaba, a Művészeti Népiskola vezetője, felhívva a figyelmet a népviselet jelentőségére, hiszen az a hagyomány a kultúra egyik hordozója, jelzi a hovatartozást, óvni és menteni kell, amíg nem késő. Kisné Portik Irén nevét a néprajz, a népruhavarrás területén végzett munkássága tette ismerté. Felismerte e gazdag örökséget, összegyűjtötte, rendezte és elhivatottsággal ismerteti e ránk hagyott értéket. Hargita megye tanácsa részéről Borboly Csaba elnök köszöntötte a népes közönséget. Elmondta, hogy nemrég járt Budapesten, ahol azt a visszajelzést kapta, hogy az ottaniak is szívesen megélnék a székely értékeket. A könyv szerzőjével, Kisné Portik Irénnel, illusztrátorával, Jokom Zsolttal, Siklódi Ferenc tipográfussal, valamint a szerkesztővel, Lövétei Lázár Lászlóval, Sarány István, a Hargita népe napilap felelős szerkesztője beszélgetett. Már rég szükség lett volna egy ilyen monografikus jellegű feldolgozására a témának. Ez ugye sajnos csak Gyergyó csík és kászonszékek népviseletét dolgozza föl, de hát az alapok ugyanazok udvarhelyszéken is, meg marosszéken is. Remélhetőleg majd ott is elkészülnek ezek a kiadványok. Viszont amit feltétlenül hangsúlyoznék, hogy tényleg az újrahasznosításon lenne a lényeg. Akár tankönyvként is használható ez, mint látod, én is lövétei székeinkben vagyok, ez 5 évvel ezelőtt készült, egy lövétei fiatalasszony Szabta Vartam készítette, úgyhogy hogyha mondjuk egy ilyen kiadványnak köszönhetően még születnek ilyen ingek, akkor már megértem. Kisné Portik Irén beszámolt a könyv létrejöttének körülményeiről. A textiltechnikum, néprajz, kultúra és antropológiai tanulmányok elvégzése után kutatómunkába kezdett, a népviseletről így szerzett tudás pedig feszíteni kezdte, ezért elhatározta, hogy könyv formájában osztja meg az érdeklődőkkel. A kötetet mindazoknak írta, akiknek lelki gyönyörűséget okoz a népviselet érintése, viselése, varrása. Ugye a kötetnek, mind a kiállításnak a Szépanyám szőtte, Dédanyám varta és hímezte a címe. Szorosan összefügg a kettő, hisz eredendően a Hargita megyei Művészeti Népiskola tanítványainak a kiállítása ihlette a megyei tanács vezetőségét arra, hogy egy kézikönyvet bocsásson azok rendelkezésére, akik ezt akár a népiskola keretében, akár önállóan hasznosítani szeretnék. Így aztán maga a kötet, ami egy igen gazdag képanyaggal illusztrálja Csík, Gyergyó és Kászonszék viseletének összeállítási szabályait, jelkép értékeit, módossági jegyeit, és mindazt, ami ennek a vidéknek
a sajátja viselet vonatkozásában. Összeállt egy több mint 500 fotográfiát tartalmazó kiadvány. Magánerőből egy ilyen kötetet nem tudtam volna megoldani. Nagyon hálás vagyok, hogy olyan megyei igény formálódott, és a megyei tanácsnak erre akarata van, hogy a hagyomány megtartása, különösen a viselet vonalán, egy ekkora költség közepett kézikönyv formájában azokhoz eljusson, akihez rendeltetésszerűen el kell, hogy kerüljön, mert ez az egyetlen útja annak, hogy a viselet megmaradjon, nem hétköznapi hajdani mi voltában, hanem ünnepnapjaink szépségére, önazonosság tudatunk megerősítésére, és annak a hajdani tudásnak a továbbvitelére, ami a kipróbált és bevált ismereteknek a hosszú sorát tartalmazza, az egyszerű tudás, az egyszerű ismeretek csodálatos variálási lehetőségeivel, és azokkal az egyénített viseleti darabokkal, ami nem uniformissá, hanem egy csodálatos viseletté alakította, fejlesztette és tartotta meg a székelyföldi viseletet. A könyvben szereplő képeket Jokom Zsolt fotós készítette. Számára érdekes tapasztalatszerzés volt, ahogy Kisniporti Kirén olvasni tud ezekből a viseletekből. Érdekes volt megtudni, hogy ezek a szőttesek milyen sok információt hordozhatnak viselőjükről. A könyvbemutató után a résztvevők a Művészeti Népiskola csíkszeredai, csíkdánfalvi, gyergyói, szövő varró tagozatos növendékeinek munkáiból összeállított kiállítást tekintették meg. Prokultúra Hargitasi Kulori nével hoztak létre egyesületet Hargita megye tanácsa legutóbbi ülésén. Az egyesület célja többek között az lesz, hogy gondozza és működtesse a Csíkszeredában található szakszervezetek művelődési házát. A szakoktatást és Csíkszereda várost érintő döntéseket is hoztak Hargita megye tanácsa február 29-i soros havi ülésén, amelyet az Újszékely községi Székely-Szent Erzsébeten tartottak az Ady Endre Kultúrotthonban. A székelyudvarhelyi Bányai József szakközépiskolának CNC vezérlésű gép kezelésére alkalmas műhely kialakítására Székelyudvarhely önkormányzatán keresztül 44 ezer lejt utaltak ki. Székely Derzsnek pedig összesen 36 ezer lejt a fővezetékre való csatlakozásra és mérőeszközök felszerelésére a polgármesteri hivatalhoz tartozó épületekben, Derzsi és Muzsnai játszótér kialakítására, Muzsnai focipálya létesítésére, valamint a Muzsnai ravatorozó kapujára és kerítésére. Emellett Bélbornak 3 ezer lejt különítettek el. Mindenre Borszékváros, illetve Homoródalmás, Oroszhegy és Tusnád község szolidaritásának köszönhetően kerülhetett sor, amelyek lemondtak a leosztásból származó részükről az előbbi települések javára. A Csíkszereda és Hargita megye tanácsa közötti jó együttműködés jegyében fogadták el a Prokultúra Szikuli Közösségi Fejlesztési Társulás létrehozásáról szóló határozatot, amelynek tagja Csíkszereda város, Csíkszentlélek község és Hargita megye tanácsa. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megyeközpontban, Csíkszeredában talán a kulturális tevékenységekre legnagyobb épület, ami rendelkezésre áll a megyében, az ott helyezkedik el, ugye, a szakszervezetek művelődési háza, és annak a kihasználtsága évek óta látjuk, hogy komoly gondokkal küzdik. Jól döntött a város, hogy megvásárolta, de ellenben működtetni együttes erővel talán könnyebb lesz, és ezt a közösség közti fejlesztési társulást úgy hoztuk létre, hogy nem csak Csíkszeredáról szól, hanem ugye benne van Szentlélek is, és lassan bízom benne, hogy más települések is csatlakoznak Hargita megyében, akik úgy gondolják, hogy a kulturális életnek a megszervezésében a megyei tanácsra szükség van, hisz közös erővel könnyebben tudunk feladatokat megoldani. Én abban bízom, hogy ez az épület minél előbb újra teljes kihasználtságban, maximális rendezvény számmal ellátva nagyon sok örömet, nagyon sok élményt, nagyon sok értéket fog majd biztosítani az odalátogató közösségnek, és hát kell dolgoznunk azért, hogy mindenhol esetenként, ahol gond van, probléma, tudjuk megoldani, és hát a kulturális életben mindenféleképpen nagyon fontos, hogy a működtethető intézmények kerüljenek működtetésre. Ezentúl a társulás működtetni a Csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házát, miután a várostól átveszi az intézményt.
Az ülésen napirenden szerepelt az a határozattervezet is, amely földmérőeszközök helyi önkormányzatoknak való átadásáról rendelkezett. Az eszközök a tulajdon visszaszolgáltatásokban lesznek számos község segítségére. A megyei tanács három projektben bonyolította le a programot, széles összefogással az e-kormányzási integrált rendszerben. Barti Tihamér alelnök szerint örvendetes, hogy a megyei tanács hozzájárulhatott a gyorsabb ügyintézéshez, és remélhetőleg bővíteni fogják a rendszert, lefedve az egész megyét. Bece István megyei tanácsos, akinek szerepe volt a projekt elindításában, szintén sikeresnek nevezte az eddigi ezzel kapcsolatos tevékenységet, hiszen ezáltal a lakosság jobb minőségű szolgáltatásban részesülhet. Egységes rendszert alakítottak ki, és közel 500 embert képeztek ki a használatára, de folytatni kell ezt a munkát, fűzte hozzá a tanácsos. A 45 érintett önkormányzat mindegyike mintegy 100 ezer euró értékben részesült a projekt által, és a földmérőeszközök mellett közszolgáltatások, például online adófizetés lehetőségével élhet a lakosság. Ez az egész program, mert programként tudjuk megnevezni, hisz három pályázatból sikerült ezt a fejlesztést lebonyítsa a megyei tanács. Ez egy példaértékű együttműködés révén jött össze, valósult meg, hisz a három térség, Gyergyó, Udvarhely és Csík külön-külön gondolkozott egy-egy pályázatba, és hát sikerült leülni és úgy összerakni három pályázatot, hogy mind a három pályázatban volt, mind a három térségből, sőt, két-két román település is bevenni, és így olyan hatékony lobbit sikerült lebonyolítani, amely révén összejött mind a három pályázat. Ami nagyon fontos, hogy a kivitelezés azzal kezdődött, hogy felmérték a szakemberek a jelenlegi helyzetet, és arra épült a fejlesztés. Ez nagyon fontos, hisz hanem nagyon-nagyon mellé lehetett volna nyúlni az egész fejlesztésben, és így az egész számítógép rendszert a 45 helységben és a hozzá csatolt programokat, számítógép programokat kiegészítettük 15 GPS-szel, amely nagyban fogja tudni segíteni a földméréseket. A programokat sikerült összekötni a kataszterrel és az API-val, tehát a mezőgazdasági kifizetési ügynökség rendszerével, és ezáltal, amikor egy településen berajzolnak egy területet, azt minden intézmény látja, és ezáltal a papírmozgásokat ki lehet idővel eszközölni. Tehát valószínű, hogy országosan erre külön metodológiát is kell kidolgozzanak, tehát a kifizetési ügynökség Hargita megyét akár egy pilót megyének tudja venni, hisz egy olyan rendszer tud kialakulni, amivel a gazdák nem kell igazolási sorba álljanak, nem kell, tehát tudjuk mentesíteni a plusz bürokráciától, és az, amit a számítógép tud hozni, a számítógépes rendszer, azt a gyorsaságot, a hatékonyságot itt Hargita megyében meg tud valósulni, és ugye ezzel azt is elő tudjuk segíteni, hogy minél hamarabb tisztázódjanak a jogviszonyok, és lehessen a területeket újra telekönyvezni. A Madarasi Hargitán a kisvillany program keretében megvalósult elektromos hálózatot Madaras község ügykezelésébe adták. A megyeelnök megemlítette, örvendetes, hogy a hálózatnak köszönhetően a Madarasi Hargitai sípályán tudtak dolgozni a kevéskor ellenére is, és reméli, hogy a létesítmény a fejlesztés nyomán a Hargita sírégió tagjává válhat minél előbb. Az ülésen elfogadták a megyében élők együttélési kódexére vonatkozó határozatot is. Jó, observ cu satisfacție că în mandatul acesta al Consiliului Județean s-au făcut pași importanți în sensul bunei conviețuiri. Numai cine nu vrea, nu observă lucrul acesta, care până la urmă, în afară de hotărârile privitoare la bugetul județului și la toate hotărârile, toate importante care se iau, aceasta are o semnificație aparte, pentru că până la urmă se vede că înțelegem cu toții că buna conviețuire, faptul că putem să spunem relaxat între noi, să vorbim despre lucruri care au fost uneori ocolite, deja este un mare progres.
Az ülés előtt a megyei tanács tagjai, munkatársai a helyi református templom orgonáján adott koncerten vettek részt. A hangszert Kincses Kálmán Szent Erzsébeti református lelkész mutatta be, Hargita megye tanácsa támogatásával újították fel, továbbá meglátogatták az orvosi rendelőt és az ugyancsak megyei tanácsi segítséggel épülő óvoda épületét, valamint a tájházat. A látogatókat Balló Zoltán polgármester, Jakab Zsolt Mihály újszékei unitárius lelkész és László Lehel Boldogfal református lelkész kísérte el. Többnapos látogatást tett Hargita megyében a Román Haditengerészet vezérkara. A látogatás során a hegyi vadászokkal közösen Madéfalván a Szikulicidium emlékműnél is koszorúztak. A Román Haditengerészet térségünkben tett többnapos látogatása alkalmával koszorút helyezett el a térségi hegyi vadász alakulattal együtt február 24-én a Madéfalvi Szikulicidium emlékműnél, tisztelegve a székely mártírok előtt. Konstantin Csorobea ellentenger nagy a haditengerészet vezérkari helyettese elmondta, hogy az emlékmű az akaraterőt, kitartást és szilárdságot jelképezi, amellyel az itt élők őrizték és védték értékeiket, kultúrájukat a császári elők ellen, ami példaértékű minden nemzet számára. Activitățile noastre și pentru a încuraja tinerii din toate regiunile țării, inclusiv din această regiune, de a veni să lucreze, să se facă atât ofițer de marină comercială, cât și ofițer de marină militară sau orice alte opțiuni pe care le consideră în cariera sau în ceea ce vor să-și construiască ca viitor pentru fiecare dintre ei. Și așa cum am menționat, am fost la Timișoara, am fost în Moldova și am zis să mergem și undeva mai aproape. Și am zis să venim aici, în mijlocul țării. Cum mi s-a părut județul Hargita? Foarte frumos și ideea a pornit de la faptul că eu, acum vreo 3-4 ani, am fost aici și am stat vreo 10 zile în zonă, la cabană, în regiune, la Băile Hargita. Și chiar am parcurs, am străbătut toată zona ca turist, cu familia, cu soția, cu copilul și din acel moment mi-a rămas... Am fost plăcut impresionat de ceea ce înseamnă zona, ospitalitatea, și atunci, repet, am fost turist. Az ellentengernagy ugyanakkor beszámolt arról a vendégszeretetről, amelyet turistaként tapasztalt a környéken pár évvel ezelőtt, egy 10 napos kirándulása során. Elmondása szerint részben ennek köszönhetően is döntöttek úgy, hogy megyénkben is népszerűsítik a tengerészetet. A házigazda Madéfalva kürtős kaláccsal és a helyi néptánccsoport műsorával várta a vendégeket. Szentes Csaba polgármester a község rövid átfogó történetét ismertette, bemutatva egyben Székelyföldet is a rangos vendégeknek. A tengerészeti küldöttség vezetője megköszönte a szíves fogadtatást, és azt, hogy megismerhetik a térség kultúráját, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy jó kapcsolatokat ápolhatnak a közeljövőben. Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke beszédében kiemelte, közös történelmünk van, békés együttélésben kell odafigyelnünk és tisztelettel kell lennünk egymás iránt, hiszen az egyetlen cél, hogy gyermekeink jól érezzék magukat ebben a környezetben. A beszédeket követően a haditengerészet, a csíkszeredai hegyi vadászok, Máriusz Gyurka dandártábornok vezetésével, valamint Borbóly Csaba megye elnök Szentes Csaba polgármesterrel együtt elhelyezték a koszorúkat az emlékműnél. Szakiskolásoknak, államvizsgázóknak és közösségükért tevékenykedő középiskolásoknak ír ki pályázatokat a Hargita megyért egyesület. A pályázatok elérhetők a Hargita megye tanácsa, illetve a Hargita megyért egyesület weboldalain. A fogyatékkal élő fiatalok integrációja mindannyiunk felelőssége. Munkaadóként legyünk elfogadóbbak, segítsük e hátrányos helyzetű fiatalokat a boldogulásban. A Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 4 támogatott foglalkoztatási központot hozott létre Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron és Gyergyószentmiklóson. Összesen 172 fiatal kap támogatást a megfelelő munkahely megtalálásában. Adjunk esélyt ezeknek a fiataloknak!
A Fiatalok a Jövőért támogatott foglalkoztatás című projekt 2015. februárja és 2016. áprilisa között zajlik. A pályázatot az EGT Alapok 2009-2014 finanszírozza, a Román Szociális Fejlesztési Alap által adminisztrált RO10 korai program pénzügyi támogatásával. További információ www.caahr.ro, www.eeagrants.org, www.grandtour-korai.ro. Igen, nagyon is megéri. Hargita megye tanácsa és a Hargita megyéért egyesület a 2015-2016-os tanévre is meghirdeti támogatási programját szakiskolás diákok számára. Az ösztöndíj program azokat a 10-11-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak. Hasonló pályázattal tavaly is nyertek támogatást fiatalok. Az osztályfőnök mondta, kaptak ők is egy hirdetést az interneten, és akkor rájött, voltak ilyen típus nyomtatványok, és arról hozta nekem, és kitöltötte. És nem volt egyáltalán semmi különös, nem volt benne. Kellettek papírok a néptanástól is innen, de nem volt nehéz. Hát a sofőriskolában is segített, raktam félre, inkább arra költöttem többet. 30 diák 5 hónapig havi 230 lejes ösztöndíjban fog idén is részesülni. Légy te az egyikük! www.hargitamegyéért.ro. Am pus să citesc ce trebuie să îndeplinesc sau ce trebuie să fac pentru chestia asta și atunci am spus că bine, o fac și pe asta, oricum este chiar foarte, deci e bine. A Hargita megyéért egyesület Hargita megye tanácsával közösen létrehozta a Hargita megyei diákok a közösségért ösztöndíjat olyan 11-12. Osztályos diákok számára, akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemelkedő szerepet vállalnak a közösségi tevékenységekben, civil szervezetben, diákönkormányzatban vagy valamilyen öntevékeny szerveződésben való részvétellel. Hasonló pályázattal az előző években is nyertek támogatást fiatalok. Pe lângă faptul că primești anumită bursă, poți să faci anumite activități pe care îi vezi și pe ceilalți din jurul tău. Eu am fost cel puțin foarte mândră pentru că am putut să fac chestia asta. Păi, prima și prima dată am vrut să fac, neapărat să mă duc la o școală cu copii cu handicap. Și le-am făcut o prăjitură cu mâna mea și când m-am dus acolo, îmi bătea inima foarte, foarte tare văzând cât de mult se bucură pentru faptul că le-am dus doar o prăjitură, nimic mai mult. După am fost la grădiniță pentru că îmi plac foarte, foarte mult copii și m-am jucat cu ei cu plastelina. Îmi place foarte mult să mă joc cu ei și după am fost la Brașov și am dat mâncare săracilor. Am fost la la o sală de sport să le dau fructe sportivilor și m-am și jucat cu ei și m-au primit chiar cu așa că, wow, nu vine să cred că ai venit. 20 diák 5 hónapig havi 250 lejes ösztöndíjban részesülhet. Légy te az egyikük. www.hargitamegyéért.ro. Pont államvizsgát írtam, hogy ez a pályázat arra van, és sikerült letisztáznom a pályázatnak köszönhetően, hogy mit is akarok, meg voltak a céljaim, már előre tudtam, hogy hova akarok eljutni, sokkal könnyebben tudtam elérni, sokkal gyorsabban haladtam, jó jött pont akkor. A Hargita megyéért egyesület Hargita megye tanácsával közösen 2013-ban elindította az államvizsgázó Hargita megyei hallgatókat támogató ösztöndíj programját, amelyet a 2015-2016-os tanévben is meghirdett. Ennek célja a hallgatók ösztönzése, jó teljesítményük növelésére, szaktudásuk fejlesztésére. A pályázaton olyan államvizsgadolgozatokkal lehet indulni, amelyek Hargita megye területén hasznosíthatók, továbbvihetők, kiterjeszthetők megyei szintre. Ennek megfelelően a pályázatnak Hargita megyében végzett kutatást kell magában foglalnia. A szakdolgozatomat Kirújfürdőről írtam, és ott van egy hidegvízű gejzír, amit hát nem igazán ismernek az emberek, nincs is kiépítve, és akkor az ösztöndíjnek köszönhetően egy ilyen fapódiumot csináltunk a gejzír környékére, pár barátommal, és akkor erre használtam fel a kapott pénzt. Igazából nem kell semmi plusz papírt csinálni, mert az, amit kér az ösztöndíj, az mind kell az államvizsgához. Úgyhogy ha valaki államvizsgát kér, akkor egyszerűen csak le kell adja ugyanazokat a papírokat, amiket amúgy is megcsinálna. Tehát, hogy
jóformán semmi nehézséggel nem jár az egész, összesen egy kis utánajárás. Ennyi. 20 személy 5 hónapon keresztül havi 250 lejes támogatásban részesül. Légy te az egyikük! www.hargitamegyiért.ro Ez volt már a Hargita magazin. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!